Sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos tan bemutató, a mai kiszemelt áldozat eddig ritkaság volt, viszont most aktuális, ő nem más, mint egy Tier 8-as japán prémium nehéz tank, a The Nameless. Rövid, tömör összefoglaló a Nameless történetéből, annak idején 5 évvel ezelőtt kb. Bekerült a sztorba, ez és ennek a médium változata, majd azóta se került vissza, ugyanis lejárt a szerződés. Ez a két tank egy anime sorozatból származik, létezik ilyen játék, itt PS-en is, amiben a főhősök ezekkel a tankokkal mennek. Na mindegy, annak idején ugye kötöttek egy bizonyos időre szerződést, az lejárt, és azóta se sikerült megegyezniük. Most viszont visszakerült, nem lehet tudni mennyi ideig, úgyhogy most meg lehet kapni a Nameless-t, meg ugye a médium változatát. Én azon szerencsések közé tartozom, akik annak idején ezt a nehéz tankot be tudtam húzni, a médiumnara nem volt keret, így erről tudok nyilatkozni, mint látható, annak idején 2 gunmarkig felhúztam, tehát elég jól lehetett használni. Na, de ne rohanjunk ennyire előre, lássunk pár érdekes adatot. A pálya elhaluf, saját tiert kaptunk, ez nagyon jó, el is indulunk ugye a heavy útvonalra, 50 km-es sebességgel képes hasítani, ami azt mondom, hogy hát nem is rossz, viszont régebben sokkal mobilisabb volt, de ugye veszített a sebességéből, a régi verzióról beszélek, az új verzióban ugye mindegyik tanktól elvettek 15% speedet, amit visszatehetsz felszerelésként, van egy 10%-os, meg egy 5%-os, viszont akkor nem lesz se töltésgyorsítót, semmit nem tudsz feltenni, így marad az 50 km, de én azt mondom, hogy egy nehéz tankhoz képest ez még nem rossz. Alaplőszerünk AP, prémium lőszerünk APCR, mi mit használunk egyértelmű, hogy az APCR-t, az alaplőszerünk, tehát az AP-nknek az átütése 220 mm, míg az APCR prémium lőszerünké 260, hát ez kell is 10-es tierbe. 300-akkal csipegettünk, ami azt mondom, hogy a régi verzióban brutális jó volt, mert mindig ilyen 3-3-20-akat odaadott, és azért egy 8-as tierű nehéz tanknál, ami kavart ilyen 60-nal, plusz még ráadásul 300 fölött sebzett, az nagyon jó volt, viszont ebben az új verzióban mind a sebességéből is vesztett, plusz ugye a 300-at se szokta megadni. 370-es alaplátótávunk van, ami azt mondom, hogy hát nem rossz, 1600 HPA rendelkezésünkre. Hát Géza itt úgy döntött a T-44, hogy ő agresszívan játszik. Hát ha agresszívan játszunk, akkor játszunk agresszívan. Neki is rontok, megpróbálom lerammolni, hát ez nem teljesen sikerült. Itt már nincs megállás, próbáljuk a kollégát lebarni, viszont előre nincsen gándepünk. Megpróbáljuk meglepni az Indian Panzert, és itt is 288-at kaptunk, hát ez... siralmas, jó, megpróbálunk fronttal dolgozni. Amit tudni kell, hogy ezzel tankkal régen sem volt könnyű játszani, pontosan azért, mert igaz, hogy 5 fokos gundepet ír, viszont az 5 fokot csak akkor érted el, ha kicsavartad 45 fokba, tehát a test és a torony 45 fokba áll, körülbelül még ennél is jobban, tehát 45 fok, azt tudjuk, hogy 45 fok. Na, Indian Panzert kiszedtük, viszont itt érkezik a Progetto 54, őt is megpróbáljuk letestelni. Mindjárt folytatom a mondani valómat, csak először progettózunk egy kicsit. Tologatjuk ide-oda, mint akinek nem volt gyerekkorában matchboxa. Tökéletes, vissza is ment a garázsba, Arti is ide pukkantott egyes, semmi baj. Tehát, ha teljesen oldalra kifordított tornyot, akkor nyertél 5 fokot, tehát ha szembe tartottad, én ezt nem is értem, hogy miért nem szemből számolják a gundepet, a csőlehajlást, mivel ott volna a lényege, nem az, hogy oldalra ki. Mint látható, itt a lánc fölött akkora nagy üres légtér van, hogy akár hirdetőtáblákat is lehetne oda aggatni. Hát ott oldalt meglőnek, ott gyújtanak, lőszerekhez bármit, tehát elég, és ráadásul csak úgy tudsz kicsit lejjebb nézni, ha teljesen oldalra fordítod a tornyot, úgy nyered meg ezt az 5 fokot. Viszont akkor kitetted a teljes oldalt, és onnantól sebezhető vagy, innentől kezdve nem sokat ér a front. Na mindegy, régen ilyen betegsége volt, most viszont buffolták, mégpedig 5 fokról 8 fokra, ami annyit jelent, hogy megnövelték a csövet, innentől kezdve előre, míg régen ugye volt körülbelül 1 fok, ami azt jelenti, hogy ráment egy kavicsra, abban a pillanatban fellőtté a világűrbe, ahogy megemelkedett az eleje. Viszont most, hogy meg lehet növelve 8 fokra, tehát ha oldalt derékszögben kifordulsz, akkor kaptál 8 fokot,
Viszont ez szemből megint csak nem igaz, szemből körülbelül van 2 fokos ágyúsüllyedésed, tehát szemből nem tudsz lőni. Mondjuk ez a 2 fok ez annyiból jó, hogy eddig, ha valakivel szembeálltál, face to face ráhúztad a tankot, akkor csak a lövegpajzsára tudtál ránézni. Nem tudtad lehajtani a csövet, hogy ugye frontját lőd meg felfelé, hát ez... Tehát nagyon nehéz volt vele játszani, hát most se könnyű, meg volt egy ilyen nagy betegsége, nem véletlen nem volt elszaporodva, tehát itt az 5 év alatt úgy eltűnt ez a tank is, hogy nem is lehetett látni, pontosan azért, mert a tornya olyan papírvékony volt, hogy egyszerűen elég volt csak, ha valaki szemtől szembe állt vele és elkezdte lőni a tornyot. Míg a front azért tudott meglepetést okozni, kattintani, viszont a torony, az egyadta torony, bárhol meglőtted, az gyenge pont volt. Most viszont úgy veszem észre, hogy ez is kapott némi armort. Dreadnought érkezik, kollégát kivarta, erre mi is ráugrunk. Ugye nagyon gyorsan töltünk, tehát egy heavyhez képest nem rossz. Jó, itt úgy volt, hogy hát megtaposom egy kicsit, aztán úgy voltam vele, hogy hát ennél azért jobb fej vagyok, inkább fejbe lövöm. Fordulok ki, tehát mint említettem, most úgy tűnik, hogy tud pattintani a tornya, nem 10-esbe, tehát ez a tank kifejezetten nem szereti a 9-est, főleg a 10-es tier. Ott nem ér semmit, bárki belővi bárhol, és ráadásul pontosan a gandep véget nem tudsz minden pozícióból dolgozni, tehát nagyon meg kell válogatni. Hát Tigris P-vel cserélgetünk sebzéseket, körülbelül egy lövés kellene neki. Próbáljuk kiszedni, nem sikerül, hát ugye el kellett volna menni a személyzetre, semmi baj, majd most. Hát, jó, igen, csak kell az a szemüveg, én úgy látom. Na, kiszedték, mindegy, itt már elgubbasztunk, úgyse érünk át. Tehát én úgy veszem észre, hogy most a torony kapott buffot, viszont nem találtam rá írást, ami ez alá támasztja, úgyhogy lehet, hogy ameddig bent van a sztorba, addig pattint a torony, hogy addig elkészülnek videó, utána visszaáll úgy, ahogy volt, akkor viszont megint csak nem ér igazán semmit. A lényeg a lényegbe, hogy annak idején jó volt, 60-nal tépett, 300 fölött sebzett, nagyon gyorsan töltött, nem voltak még ilyen erős prémium tankok, mint manapság. Most nem tudnám nyugodt szívvel ajánlani, nem azt mondom, hogy hát, tehát 8-as tierbe lehet vele aprítani. Fire for Effect, Zuzo, Hand of God, Fighter, nagy kaliber, Sniper, Dualist, Gunmarkom az úgy, ahogy annak idején ott hagytam, ugye meg van Mastery, az meg volt eddig is, tehát a 8-as tierbe ilyen 5000-eket lehet vele sebezni. Viszont 9-10-ben már nagyon visszaesik, ilyen 2500-at, ha ki tudsz vele, pillanatok alatt széthordja a szél. Tehát ez inkább ilyen gyűjtői darabnak mondanám, nem pedig rendes használatra. Szerintem ez megint csak el fog kopni, ahhoz képest nagyon sokat kellene vele foglalkozniuk, buffolniuk, hogy egy használatot, tehát hogy a mai trendnek megfeleljen, ez kifejezetten gyűjtői darab, örülök, hogy megvan, de az 5 év alatt nem sokat használtam, talán a kezdetekben, pontosan azért, mert ennél sokkal erősebb, újabb prémium tankok jönnek ki. Ő volt a Nameless, én Jerikó, remélem tudtam segíteni, hamarosan találkozunk, sziasztok!